érdekességek estéje, méghozzá ezúttal a C19-es világméretű nyavaja kapcsán, ugye, amit nem nevezhetünk nevén, szóval itt most Hondurasban, és voltam a két nagy városban, ahol arra lettem figyelmes, hogy az ember ugye bement zárt helyre, vagy bárhol befelé, akkor mondták, hogy kedves uram, a maszkot nagyon szíves, tegye föl. Király, ugye mész be étterembe, fölrakod, leülsz, és akkor talán levelted. Na mindegy. És ehhez mérten, fönt északon, szintén Honduras, ugye a szigeteken, semmi ilyesmi. Senki nem szólt, és nem is nagyon láttam egyébként embereken maszkot. Pedig voltam, ugye voltam turistás részem, voltam turistás szigeten, de volt olyan része a szigetnek, ami nem turistás, egy ilyen kisebb fajta favellás rész volt. Itt ilyen, hát úgy hívnak, hogy kolónia, ott aztán semmi nem volt, pedig ott, ha valahol, ott biztos nem lehet tetten érni a higiéniát. Voltam még étteremben is, semmiféle készfertőtlenítés, semmiféle fertőtlenítés, semmiféle maszk, semmiféle, semmi. Nem tudom, hogy ezt hogy gondolták, de illetve másik érdekesség, mióta itt vagyok kint Latinos Amerikában egy másfél éve, volt egy-két szituáció, amikor... Őszintén szóval kezd egy kicsit inába szállni a bátorságom. Nem voltam túl bátor, mondjuk úgy, és érdekes módon nem azért, nem attól féltem, hogy szólnak, hogy esetleg használjam a készfertőtlenítőt, vagy a maszkot rakjam fel, hanem teljesen más miatt majréztem, mondjuk úgy, ez egy furcsa dolog, hogy az ember mitől félti az életét jobban. Na mindegy, hármas dolog, érdekesség, hogy itt Latinos Amerikában jártam, megfordultam egy-két szegényebb részen, és nem nagyon szóltak, hogy ott se, hogy maszkot lehetsz, uram, lehetsz és fölrakni, hogy ha már ide jön kedves gringókám külföldre, akkor ne hozza ide a nyakunkra a nyavaját. Nem nagyon szóltak. Az miatt szóltak, hogy ne videózzak, meg egy-két más dolog miatt, de maszk, készfertőtlenítés, egyéb ilyen intézkedések. Nem, pedig ha valahol, akkor szerintem itt az ilyen helyeken azért híre megy, ha nagy gond van. Nyilván híre ment, ugye, ha valaki kidör, ugye, szomszéd Viskóban, Mamikának gondja van, ott is gond van, ilyen nálunk is gond van, a hármas Viskóban is gond van, a favellákban, ennek azért híre megy. És ennek ellenére nem szóltak, hogy akkor légy szíves, uram. Kedves uram, maszkot. Nem tudom, mi ütött ezekbe a helyekbe, hogy ezt így nem... emiatt nem rongáltak meg, de hát lehet az egészség jobban teljesít, mint Európában, ahol azt mondták anno, hogy ha nem lettek volna ugye intézkedések, akkor sajnos ugye akkor... How bad if we don't have more restrictive measures? How bad do you think this is going to get? The living with the virus strategy is the slow road to herd immunity, and the fast road is refrigerator trucks and mass graves. Tömegsírok, mi volt még? Hüttőkamionsorok és ezek, ugye, ezekkel kellett volna számolni. Ehhez képest itt Latin-Amerikában megtehetik azt az emberek, hogy nem szólnak egy ilyen magamfajta kívülállónak, hogyha bemegy egy-két ilyen érdekes helyre, hogy viselkedjen. Na mindegy, nem tudom, ez miért lehet érdekesség. Ennyi volt a kis videó, köszi a figyelmet, take care!